következő vendégünk Deng Szemes, a Magyar Úszó Szövetség gyermekvédelmi felelőse. Jó reggelt kívánunk, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Jó reggelt. Szép, hát a régmúltra való tekintettel mi tegeződjünk. Köszönöm, jó? Igen. Köszönjük szépen előre is. Magaddal hoztál egy posztert, egy plakátot, ami a legújabb programotokra hívja fel a figyelmet. Légy szíves, mondd el a nézőinknek, hogy miről szól ez a figyelemfelhívó. És ám, fontos hozzátennünk, rendkívül fontos program. Így van, ez a Magyar Úszó Szövetségnek a gyermekvédelmi programja, ami végre megszületett. Több próbálkozás volt, több tanulmány készült ebben az ügyben, meg több botrány is volt természetesen az Úszó Szövetség környékén, aztán mindig 3 hétig hű meg há volt, és utána nem történt semmi, és elsősorban a gyerekek védelmében nem történt semmi. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez példaérték, hogy Valadár Sándor elnöksége alatt, aki maga is úszó volt, olimpiai bajnok, és hát maga is átélt azért egy-két bántalmazás gyerekkorában, pont ő áll ennek az élére, és a pont az ő elnöksége alatt végre megszületett ez a program, elindult. Ez a plakát, amit hoztam, ez mától az úszodákban megtalálható lesz. Az a lényege a dolognak, hogy a minden jellegű gyermekbántalmazást megszüntessünk a magyar úszósportban, lett legyen az lelki, testi, szexuális bántalmazás, tehát egy egyszer és mindenkorra ezt számoljuk fel. Legyen egy párbeszéd az úszó, a szülő és a gyermek között. Tudjuk azt, hogy kinek mik a szabályrendszerei, magatartási kódexeket hoztunk létre, amely mindenki számára nyilvános, a musz.hu honlapján megtalálható. Ezek a magatartási kódexek pont azt a próbálják célozni, hogy lássuk azt, hogy kinek, a gyereknek mik a jogai, a versenyzőnek mik a jogai, az edzőnek mik a jogai, de ugyanúgy a szülőknek is mik a jogai. Ehhez kötelező csatlakozni, ehhez a kódexhez, sportolónak, szülőnek, edzőnek? Ez hogy működik? Mint MUSZ, ugye természetesen mi csak a 133 tagszervezetünkön keresztül az edzőket tudjuk kvázi kötelezni, de természetesen van egy program a jövő bajnokai számára, a Nyerő 3-as program, ahol már megvan ez a párbeszéd, tehát ez egy nagyon jól működő programunk, több 200 gyereket érint ez a program, de nagyon fontos, hogy ne csak 200 gyereknek legyen világos, hogy az edzőnek vagy a szülőnek mik a jogai. A másik fontos az a jelzőrendszer elindítása, tehát eddig nem volt arra precedens a magyar úszósportban, hogy lehessen kihez fordulni. Tehát, hogy a gyereket bármiféle bántalmazás éri az úszodába, vagy bárhol a környékén, tehát az úszás kapcsán, akkor legyen hova fordulni. Létrejött egy e-mail cím, a honlapon megtalálható egy telefonszám, ami nálam csörög, és ígérem, hogy mindent, ha nem fogadott híváson van, visszahívom. És a harmadik, ami tényleg nagyon fontos, az az, hogy egy gyermekvédelmi testületet hoztunk létre szakemberekből. Benne van dr. Tausz Katalin, az UNICEF gyerekjogi igazgatója, benne van Törös Károly, nemzetközileg elismert úszóedző, benne van egy szülő, Gábor Anna, akinek 2 gyermeke úszik, és 15 éve az úszósport környékén van, tehát óriási tapasztalata van, mint szülő, benne van gyerekpszichológus, sportpszichológus, és természetesen egy jogász is. Na most mi tényleg régről ismerjük egymást, én biztos bizalommal hívnálak téged, hogyha bármi probléma lenne, de az, aki nem ismer, meg egy gyerek, aki kiszolgáltatott helyzetben van, hogy merjen segítséget kérni, e-mailt írni, telefonálni, ahhoz egy bizalmi viszony kell a rendszeren belül. Ezt hogy lehet kialakítani? Hát mi tényleg abba bízunk, hogy megadjuk most már végre a lehetőséget a jelzésre, az, hogy a gyerek tudjon kihez fordulni, tudjon hova írni, hova telefonálni. Én azt gondolom, magam ugyan nem úsztam, de táncművészként azért elég sok olyan helyzetet éltem meg, amikor bizony fájt. És bizony nagyon jó lett volna, mert a szülőnek nem biztos, hogy vagy olyan viszonyban az édesanyáddal, édesapáddal, gyerekként, hogy neki elmered mondani. És amikor már nagyon fáj, akkor egy gyerek, azért itt nem nagyon kicsikről beszélünk, hanem azért már nagyobbacskák, akik az úszodába megfordulnak, az igenis föl tud venni egy telefont, és igenis pont neki szólván ezek a plakátok is az ő nyelvén, az ő... Ő a közönség ennek, tehát megpróbáltunk az ő nyelvén hozzájuk szólni. Nagyon érzékeny helyzetté válhat ugye maga a sportolónak a viszonya, illetve az edzőnek a viszonya, mert ugye itt az úszodában ugye rengeteg ilyen intim helyzet alakul, vagy alakulhat ki. Ha van egy ilyen jelzés, ami rendkívül fontos, hogy tényleg ezt a jelzőrendszert elindítsátok, utólagosan ennek a kontrollja, ennek az ellenőrzése, hogy a gyerek, hogy a szülő teljes megnyugvással menjen azt követően ismét le mondjuk az uszodába, hogyan fog történni?
Tehát, hogyha bármi jelzésbe érkezik, azt mi minden esetben ki fogjuk vizsgálni. Uh-huh. Tehát ez nem csak egy pszichológiai vonal, hogy lenyugtassuk, megnyugtassuk a sértettet, hanem pontosan az, hogy utána menjünk, utána járjunk, magam is, illetve a testület, tehát uh-huh. pontosan ezért jött létre szakemberekből, ismert szakemberekből álló testület, és tapasztalt szülőből álló testület, hogy utána lehetőség legyen a kivizsgálásra, és utána lehetőség legyen a felelősök felelősségre vonására. Aha. Mi a szankció? Vagy van erre is egy kidolgozott rendszer? A fegyelmi bizottsághoz fogjuk előterjeszteni, a Magyar Úszó Szövetség fegyelmi bizottsága felé tudjuk előterjeszteni a problémát, illetve az ügyet, amit mi szakemberekként kvázi feltártunk, és ezt a fegyelmi bizottság fogja akkor már eldönteni. De természetesen elnök úr is tegnap is sajtóbeszélgetésen garantálta, hogy a szankciók azok lesznek. Nem csak azért kérdezem ezt tőledemesen, mert ugye egy félreérthető mondat, egy félreérthető pillantás, egy félreérthető gesztus, kézmozdulat mondjuk bárkinek a részéről, ugye az egy gondot, problémát jelent, és ezt utólagosan azért nagyon nehéz lesz majd megvizsgálni, kivizsgálni, vagy akár bizonyítani, nem? Én azt gondolom, hogy valami elindult. Igen. Most már tényleg lehetőséget biztosítunk. Nyilván kamerát nem lehet oda tenni, igen, minden négyzetcentiméter. Mindenhova nem. Mi nagyon szeretnénk egy szemléletváltást is elindítani az edzők felé, hogy vigyázzanak. Pontosan ezekkel a magatartási kódexekkel számokra is egyértelművé válik, hogy melyek azok a helyzetek, amivel óvatosnak kell lenni. Ezek közül. Hát például nem lehet masszírozni. Illetve az etikai kódexében a Magyar Úszó Szövetségnek már rég benne van egy csomó dolog, hiszen az előző elnök már Herzog Máriának egy tanulmánya segítségét követően beletette. De ki olvassa az etikai kódexet? Tehát már elnézést, én igen, de más talán nem annyira. Tehát itt pont az a lényeg, hogy nem lehet masszírozni, nem lehet semmiféle bántalmazást elkövetni a gyerekkel szemben, maximális fair play szabára itt be kell tartani, stb. Több tíz pontról beszélek, úgyhogy nem tudnám most felsorolni az összeset. De azt gondolom, hogy ez a rendszer, ezek a magatartási kódexek, a jelzőrendszer, ez igenis az edzőket is védi, mert ez nekem nagyon fontos az ő jogaiknak a védelme, persze, akár szülők előtt. Tehát én szeretném azért, hogy az ő mindannyiunk tudja, hogy kell viselkedni az úszoda környezetében, azt gondolom, hogy ez a biztosíték arra, hogy a jövőben na ezeket el tudjuk. Csak hogy lássuk, hogy ez mekkora a probléma, és nyilván ez is olyan, ahol a látencia nagyon nagy, hogy az UNICEF-nek 2014-ben volt egy online válaszokon alapuló nem reprezentatív felmérése a sportolást végző gyerekek körében, és ebből az derült ki, hogy 3/4-ük érzelmi bántalmazást, 31%-uk pedig már szexuális zaklatást is szenvedett el, 39%-uk pedig fizikai erőszakról számolt be. És itt az érzelmi bántalmazásra szeretnék rákérdezni, hogy nyilván mindennek az az alapja, és hogy azt arról is kellene beszélni, és azt is merjék jelenteni a gyerekek, meg a szülők, meg a sportolók, nem? Pontosan, tehát az, hogy drágáról beszélünk, az, hogy durván szólunk a gyerekhez, ezek mind a bántalmazás bizonyos válfajai, és nagyon jó, hogy említetted ezt az UNICEF-es kutatást, azt még az én ügyvezetőségem alatt publikáltuk, és akkor igazából nem is sikerült szövetségekhez nyitott kapukat megnyitni, vagy kapukat megnyitni, és nagyon örülök tényleg, hogy most ez sikerült a Magyar Úszó Szövetségben. Azért egy életszerű helyzet az, hogy nem egy edző egyedül egy úszodába edz egy gyermeket. Na, tehát azért ottan előfordul az, hogy vannak más edzők, más gyerekek, és hát reményeink szerint a szülők már nem fognak olyan nagy számba rohangászni a lelátókon, és esetlegesen okászokat adni az edzők számára. Tehát ilyenkor a szülő milyen okos? Igen, tehát itt tényleg ez egy játékszabály, persze, ez egy nyerő hármas, ahogy a program is mondja, itt nekünk mind a hárman kell. Tehát visszatérve a kérdésedre a válasz, ott van más gyerek is, ott van más edző is, azért hallja, hogy Jenőke, Jenőbá, hogy beszél a gyerekekkel, hogy beszél Pistikével, Katikával, és azért ő is tudja mindezeket valamilyen módon jelezni. És hát milyen szép lenne, hogyha több szövetség, nem csak az úszók, hanem minden más átvenné ezt a gyakorlatot egyébként. Ez is valahol egy tervünk, hogy esetleg más szövetségek felé, vagy akár az Olimpiai Bizottság felé jelezzük, hogy ez van, és nagyon jó lenne, hogy ez egy jó példa, szakembereket bevonva, igenis nagyon jó lenne, hogy most be is mondod a telefonszámodat? Inkább az e-mail címemet mondom, mert jó, gyermekvédelem@musz.hu. Jó, köszönjük. De a telefonszámom megtalálható a honlapon. Köszönjük, hogy itt van. Én köszönöm a lehetőséget.